Enikő, 2 éve már annak, hogy utoljára beszélgettünk egy padon, egy képzeletbeli padon, most egy ilyen kanapén, itt a bábolnai gazdanapokon. 34. alkalommal rendeztétek meg ezt a kiállítást, és én úgy látom, hogy az utóbbi évek legsikeresebb kiállítása ez a mostani. Hát ennek csak örülök, mert akkor én ezt nagy dicséretnek veszem. Hát valóban azt gondolom, hogy a mostani kiállítás iránt fokozott volt az érdeklődés. Hát ez köszönhető persze annak már idézőjelben, hogy azért be voltunk zárva. És az emberek, főleg a mezőgazdaságban dolgozók nagyon igénylik azt, hogy személyesen találkozzanak, kicseréljék gondolataikat, megbeszéljék, hogy ki milyen technológiával dolgozik, megnézzék az új gépeket. Szóval azt hiszem, hogy ennek is köszönhető, de természetesen ugye a másik, amire gondolok feltétlenül, az az, hogy egyre vonzóbb ez a kiállítás. Néhány évvel ezelőtt találtátok ki, hogy egy kukoricafajta bemutatót is fogtok rendezni itt, és most el kell mondjam, hogy a mostani a legjobb, ahogy én látom. Nagy sikere van, nagyon sokan látogatják is. Hát ennek 2 titka van. Az egyik, hogy visszahoztuk újra, hiszen bábolna a lóval és a kukoricával a név összefonódott mindig is, és hát azt se felejtsük el, hogy annak idején a kukorica termelési rendszert a régi bábolnai igazgató hozta be, Burgert Róbert Magyarországra. Tehát az, hogy ez a fajta kísérleti tér itt van, ez csak egy régi új gondolat, én azt hiszem. Ami ebben nagyon érdekes, az az, hogy most itt van a cirok, amire azt gondolom, hogy egy új slágernövény lesz majd. Említed a cirkot, neked ehhez egy személyes kötődésed is van a cirokhoz, mi az? Kicsit érzelmesen is fogadtam azt, hogy itt vannak, itt a cirok. Annak idején édesapám hozta be Amerikából a cirkot, és alapította meg Magyarország első cirok termelési rendszerét. Úgyhogy nem leszek rest majd egy kis csokrot kötni és elvinni már csak a sírjához, de megmutatom neki, hogy újra virágzik a cirok Magyarországon. És hát régi program tulajdonképpen itt a bábolnai gazdanapokon a gép bemutató, ahol hát a legkorszerűbb gépeket is hát bemutattátok. Úgy indult ez a kiállítás, arra alapozódott, hogy itt van akkora terület, szántóföld, és hozzá kapcsolódó bemutatótér, hogy meg lehet mozgás közben is látni. Ez Magyarországon először itt volt bábolnán, azóta persze már sok felé van ilyen az országban, de hát büszkék vagyunk arra, hogy tradicionálisan ide kötődik, és azt is látni, hogy mekkora az érdeklődés iránta. Hogy látod, Enikő, most így 2021 őszén a mezőgazdaságunkat? Továbbra is azt mondom, hogy le a kalappal, ami az elmúlt nagyon nehéz egy évben itt helytállásban a magyar gazda tett. Le a kalappal abban, hogy gyakorlatilag mindent legyőzve, elsődlegesen ugye az állatokat kiszolgált, tehát a földet megművelték. Tehát itt hiába jött félelem esetleg, vagy bármi. Ezt a fegyelmezettség, ez ott van bennük. Hát a magyar mezőgazdaság szerintem szárnyal és szárnyalni is fog mindig, és mi erre egyébként szakújságírók büszkék is lehetünk. És hát büszke vagyok arra, hogy veled együtt egy kitüntetést is átvehetünk nem olyan régen, úgyhogy gratulálok neked ehhez. Viszont kívánom neked a sok egészséget és a kitartást hozzá, mert azért ez nem teljesen általános újságíró szakma, egy kicsit más a miénk azért.